Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok és köszöntök mindenkit a mai videóban. Ma egy olyan témát hoztam el nektek, ami egy igaz történet, eléggé érdekes, eléggé izgalmas, és hát azt kell mondjam, még nem igazán hallottam ilyen emberről, úgyhogy nézzük is, hogy miről beszélek, aztán pedig majd kitárgyaljuk, hogy mégis mit gondolunk erről. Szóval, hogy ő itt Lacey Fay, aki egy amerikai hölgyemény, és hát minden napot úgy él, mint hogyha 1958 lenne. És oké, nyilván nem éltünk az 1900-as években, bár ami azt illeti, én még éppenséggel benne voltam az 1900-as években is, mivel 99. december majdnem legvégén születtem, úgyhogy hát mondhatni gyerekek azt, hogy én már megéltem egy egész évezredet. Vagy legalábbis azt elmondhatjuk, hogy én már 2 évezredben is éltem, úgyhogy én kiválasztott vagyok, úgyhogy hát mindegy, nézzük is tovább. Lehet, hogy nem éltük át pontosan az 1900-as éveket, de azt hiszem a Falloutból meg különböző filmekből lehetett látni, az pontosan miből is áll. És hát ahogy látjátok is, ezek a rikító színek, a pozitivitás, az amerikai álom, hát tipikusan ez volt az AMCSI 58-as évek, zenegépek, üdítő automaták, jó szomszédok, és hát ilyen eléggé durva hajak, mint ahogy látjátok. Lacey-nek is egy eléggé fullos haja van, tényleg ilyen 50-es évekre hasonlító. És hát, hogy mondják is, általában pozitívan néznek rájuk is az emberek. Ez vagyok én, ez az, amit én szeretek. És hát ugye el is mondja legeslegbőbb tanulságot. Csináld azt, és öltöz úgy, és viselkedj úgy, ahogy te szeretnél. Úgyhogy ezt jegyezzétek fel, srácok, ne az érdekel titeket, hogy más mit mond, kivéve, hogy az éppenséggel a matek tanár is azt mondja, hogy csináld meg a leckédet, de alapvetően öltöz úgy, viselkedj úgy, barátkozz olyan emberekkel is, legyél te magad is egy olyan személy, aki lenni szeretnél, ami téged boldoggá tesz, és amitől az életed egyszerűen kiegyensúlyozott lesz. És erre például egy tuti tipp, ugyanis NASA kutatók garantáltan kimutatták azt, hogyha nyomsz egy lájkot erre a videóra, akkor rögtön minden jobb lesz, rögtön boldogabb leszel, vidámabb és egészségesebb, úgyhogy csapj egy lájkot, és nézzük is tovább Lacey-éknek az életét, mert hogy látjátok, a férje is hát egy kicsikét ilyen régiesebb stílus szereti élni az életét. Az emberek azonnal megállnak, megláttak minket, és egyszerűen elkezdenek minket bámulni. És hát igen, mindig ezt élik át, amikor valahol elsétálnak. Hát azt kell mondjam, azért valószínűleg ez így érthető. Tehát tényleg egy olyan vibe-ot hoznak, ahogyan mondják is, mint hogyha visszacsöppentél volna az időbe. És egyébként a kedvenc helyük pedig, amire azt mondták, hogy local pharmacy, tehát ez konkrétan egy gyógyszertár, de mégis ilyen fullos zenegépük van, úgyhogy wow, hát nem biztos, hogy csak gyógyszereket árulnak ott, ki tudja, mik mennek még a pult alól, mert azért így berendezni egy gyógyszertárat nem semmi. Úgyhogy ja, van zenegépük, el tudnak szórakozni, el tudnak lenni, és tudnak ilyen hatalmas nagy fagyikat rendelni, ami most aztán eléggé jól jönne nekem. Legalábbis megkívántam, az biztos. Amint felvettem az első 50-es évekből megmaradt ruhát, hajamat megcsináltam, kisminkeltem magam, akkor éreztem úgy, hogy ez végre én vagyok. Úgyhogy eléggé durva azért, hogy úgymond abban találta meg a személyiségét, hogy milyen ruhát vett fel, de hogyha végül is azt veszük, akkor mindenki egy kicsikét mutat kifelé is magával az öltözködésével. Úgyhogy két tuti tippet is adok nektek, srácok. Egy az, hogy nem a ruha teszi az embert, úgyhogy ha meg is vette a legeslegdrágább több millió forintos cipőket, meg ruhákat adtam, én nem biztos, hogy egy értékes ember leszel, vagy nem biztos, hogy szeretni fognak a többiek. Úgyhogy inkább a személyiségedre fókuszálj, mint a nagyon drága ruhákra. A másik oldala pedig pont az, hogyha esetleg te mégis megtaláltad már magadat, akkor ezt akár ki tudod hangsúlyozni kifejezetten olyan öltözködéssel. Mert amint tudjátok, a hippiktől kezdve rockerekig át, sőt egészen kicsi szubkultúrákig mindenkinek megvan a saját bevett öltözködésük, és hogyha kifejezetten olyan ruhákat viselsz te is, akkor akár gyorsabban meg tudjátok egymást találni az utcán is, vagy akár felismersz valakit egy rendezvény, hogy hoppá, te is rocker vagy, én is rocker vagyok, gyere, spanoljuk össze. Úgyhogy tudnak a ruhák is segíteni ebben, de azért nem arra kell mindent alapozni, azt gondolom. Ez a haj viszont nagyon-nagyon fullos még továbbra is. Azt mondja, az 50-es évek hát akkor kezdte el imádni, amikor ezt meglátta a nagyszüleitől, akik 55-ben házasodtak össze, és az ő sztoriuk számára tökéletesnek tűnt. Szép, vidám, színes, minden, amint ugye már mondtam is korábban, optimista, mindenki dolgozik, mindenki építi a kis életét, és hát éppen ennek a mintájára meg is vették a saját házukat 4 éve, amit ráadásul 53-ban építettek. És csak úgy mondanám, hogy amikor 53-ban építenek valamit Budapesten, Magyarországon, akkor azok a mai napra inkább lepukkadtak, széthullanak, szanaszét esnek, beszakadnak meg minden. Na, amit itt fogtok látni, az viszont fent maradt már majdnem 70 évet, és hát eléggé gyönyörű lesz, úgyhogy Na, itt azért úgy szívesen lakna az ember, már én tényleg megvan az a hangulat, megcsinálták ilyen régiesre, már ugye direkt ki is emelték, hogy nem úgy akarták, mint egy 50-es évekbeli múzeum, hogy csak mindent bedobálnak és akkor jöhetnek a látogatók, hanem tényleg otthonosan akarták megcsinálni, hogy ott laknak. És szerintem ez egyébként tényleg teljes mértékben sikerült is, úgyhogy tényleg gyönyörű és otthonos, és egyébként ők is ezt mondják, hogy amint bárki bejön, rögtön mosolycsal az arcára az a kis kuckó, és hát boldogan fogják ott tölteni az idejüket.
Ezek meg tényleg olyan felvételek, mint hogyha nem is tudom honnan lennének ezek is rögzítve az 50-es évekből. És nem tudom ti, hogy vagytok vele, persze a retro mostanában nagyon-nagyon divat, de ugye engem önmagában is tényleg tökre lenyűgöz az 50-es évekbeli életvitel, gondolkodásmód, meg minden. Már mémeket már biztosan ti is láttatok, hogy régen így öltöztek az emberek, mennyire szuper volt, mennyire menő volt, mennyire jó volt, ma pedig már így öltöznek az emberek, úgyhogy hát van egy kisebb eltérés. De egyébként, ja, nekünk a szalagavatónkon, amikor még lehetett szalagavatot tartani, régi szép idők. Szóval, hogy mi például Charleston-t táncoltunk, ami egy tipikus 50-es évekbeli tánc stílus úgymond. Nagyon-nagyon megvolt az a feeling, régi ruhák, régi zenék, régi berendezések, régi vibe, úgyhogy tényleg minden annyira retro volt, hogy így konkrétan vissza akartam volna én is menni az időbe, és akartam volna élni az 50-es években kb. Megcsinálták ugye a konyhát is kifejezetten ilyenre, régies berendezés, régies színek, ugye az a világos kék az megint csak egy nagyon Fallout-os dolog, legalábbis én ezt meg onnan láttam, nem pedig felt szememmel. És egyébként plusz érdekesség, hogy mindent megtartott, tehát minden autentikus, ahogy mondja is éppen, 70 éves már a hűtő, és ugye még mindig működik, ami megint egy más kérdés, ma már miért romlak el direkt, úgymond. De szóval igen, mindent megcsináltuk az 50-es évekből, kivéve egy dolgot, a fiúknak a szobáját. Ami lehet, hogy nem tűnik túlságosan nagy dolognak, hogy egy szobát nem csináltak meg, hogy ott hagy lakjon a fia, de ez sokkal fontosabb annál, mint amit esetleg elsőre gondolsz, ugyanis sokszor a szülők ugye hát ráerőltetik a gyerekre az ő saját gondolataikat, az ő saját céljaikat, az ő saját meglátásaikat. Itt viszont nem, a gyereknek nem kell orvosnak lennie, vagy mit tudom, hogy minek, hanem meghagyták neki, hogy nyugodtan döntsön saját magától, rendezze be, ahogyan ő szeretné, hozzon saját döntést. Úgyhogy ja, a mai világban, amikor már tényleg ráerőltetik azt is, hogy te sportoló legyél, te meg orvos legyél, te pedig mérnök legyél, azért az egy eléggé durva dolog, de a fiúnak szerencsére nem kell ilyen stresszben élnie, aki egyébként azt mondja, hogy teljesen normálisnak tűnik neki most már, nem is érzi ezt kirívónak, hogy különlegesnek, úgyhogy hát azt mondja, hogy most már megszokta lényegében. Sőt, amikor ugye beköltöztek, akkor egy csomó használt dolgot kell szerezniük, mert ugye nem tudsz most gyártani 50-es évekbeli cuccokat, úgyhogy mindent úgymond be kellett szerezniük így, hát használtan, és ezt először nem nagyon látta jó szemmel, de most már megszokta, és már kezdi élvezni is azt, hogy elmennek a kis turkálóba, a kis piacra, és összegyűjtenek mindent. Itt pedig konkrétan vintage ruhákat mutat be nekünk Lacey, ami azt jelenti, hogy ezeket ténylegesen az 50-es években készítették, akkor hordták is, és azóta léteznek. Úgyhogy lényegében ténylegesen ilyen 70 évvel ezelőtti ruhákról beszélünk is ilyen, úgyhogy wow. Ez itt az egyik kedvence, amit konkrétan az eredeti tulajdonosától kapott meg nem régen. Tehát, hogy annak az már van egy történet, hogyha belegondolsz. És itt a végén egyébként egy nagyon tanulságos dolgot mond nekünk Lacey, ugyanis azt mondja, hogy persze megért, hogy sok embernek furcsa, meg tényleg egy eléggé érdekes dolog, hogy valaki, mint hogyha benne ragadt volna a múltban, de szerintem mindenkinek van egy különlegessége, mindenkinek van egy kis furcsasága, akár hobbi, akár bármilyen, és hát akkor miért ne lehetne neki pont ez, mert hát ő mégiscsak ezt szereti, és ez neki az ő igazi passionje, az igazi szenvedélye, az igazi rajongása. Úgy a srácok, ezért van a mai videó, ez egy kicsikét ilyen rövidebb, kis megnézős, kis sztorizgatós, kis gondolkodós kis rész volt, ugyanis találtam Lacey-ről egy cikket, aminek az alapján elkezdtem utána nézni, és megtaláltam ezt a videót is, ezt a kis interjút velük, és hát arra gondoltam, megmutatom majd nektek, hogy ténylegesen lássunk egy ilyen képet is, hogy mi van akkor, amikor az embernek van egy igazi szenvedélye, egy igazi szeretete, és pontosan ekkor építi fel az életét, így fog élni majd minden napját, és így fog majd esetleg viselkedni élete hátralévő részében is. Úgyhogy ja, a tanulság az, kacok, hogy mindig legyetek nyitott szemmel a világban, és próbáljátok megtalálni azt, ami kifejezetten titeket tesz boldoggá, nem a szomszédot, nem a szülőket, nem a testvéreket, nem a bárkit, hanem keressétek meg, hogy mi az, ami nektek ad boldogságot. Ez lehet akár csak az, hogy szeretsz rajzolni, és akkor elkezdesz ténylegesen rajzokat készíteni, akár képeket készítesz a faladra, akár stb. Keresd meg azt, amit igazán szeretsz, és csináld azt kitartóan, és akkor sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb leszel, mint hogyha valaki másnak élnéd az álmait, meg úgy alapvetően, hogyha csak egy ilyen szürke, megszokott hétköznapi életet élnél. Na de köszi szépen mindenkinek a figyelmes kacok, mindenképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjatok ezt a kis csengőt is, lájkoljatok ezt a videót, kövessetek engem akár Instán is, mert tudjátok, mindig visszakövetek embereket Instán. Azért eléggé kifogytam már a levegőből így a végére. Valamint egyébként, amire kifejezetten kíváncsi lennék, az, hogy nektek milyen hobbitok van. Úgyhogy kommentetben mindenképpen írjátok be nekem azt, hogy ti mivel szerettek foglalkozni, vagy esetleg mit szeretnétek majd még megcsinálni, vagy esetleg mi az, ami nektek tényleg egy ilyen szenvedélyetek, mint ahogy Lacey-nek is az 58-as év. Ezek jöhetnek kommentekben, tudjátok, mindig olvasni szoktam őket, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Na de köszi a figyelmet, tényleg kacok, holnap is találkozunk egy másfajta videóban, addig is még, sziasztok!